Egy integrált oktatási rendszert szerettünk volna létrehozni, amiben benne vannak a gyerekek adatai is, a dolgozói adatokat is tudjuk kezelni, tananyagcsomagokat tudunk létrehozni, levelezni tudunk, szóval mindent egy helyen, ez lett volna a jelszó. 2012-ben, amikor megkötetett a szerződés a Magyar Állammal, mi akkor kezdtük el használni az Office 365 digitális oktatási alapcsomagot. Hatalmas előnye, hogy az intézménynek nem kell beruháznia hardware eszközökbe a rendszernek a futtatásához. Így bármilyen fejlesztés van a rendszerben, ez az intézményeket semmilyen anyagi vonzattal nem érinti. Azt a stratégiát követjük, hogy alapvetően szétválasztjuk a diákok és a tanárok csoportjait, és mindegyikhez felelősöket rendelünk. Ennek a diák munkacsoportnak az a lényege, hogy én, mint második rendszergazda kapcsolatot tartsak az itteni diákokkal, jelszavakat tudunk nekik generálni, hogyha esetleg valamelyik diák elfejtette a jelszavat, akkor hozzám tudnak fordulni. A tanári oldalért azért pedig alapvetően az innovatív munkaközösség felel, illetve jó magam. Létrehoztunk egy SharePoint oldalt, ahova fölkerültek a képzési anyagok, ahol meg tudtuk beszélni a problémákat, ahol közösen tudtunk tervezni. A SharePointot arra használjuk, hogy a projekthez szükséges feladatlapokat, linkeket, anyagokat én ott is rendelkezésükre bocsátom. Az általuk elkészített anyagokat, ami lesz majd egy prezentáció, lesz majd interjú az iskolánkba tanító dolgozókkal, akiknek köze van a munkavédelemhez, ezeket mind ők maguk fogják feltölteni erre az oldalra. Ami azért is hasznos, mert nincs tankönyvünk, nincs offline tankönyvünk erre a tantárgyra, tehát kell egy mindenhonnan elérhető tananyag, ami egy mindenhonnan elérhető közös virtuális felületünkre kell majd föl. Az intézményünk fő csoport webhelyén létrehoztunk egy intézményi naptárat, amelyben az éves munkatervet tároljuk, és nem csak ezen a webhelyen, hanem minden egyes csoport webhelyen külön-külön naptárat is lehet létrehozni. Az Office 365 használata azért is volt fontos számomra, mert eddig semmilyen szinten nem voltam kényszerítve arra, hogy mondjuk a weblap készítést én elsajátítsam. Azt szeretjük a SharePointban, hogy profi honlapokat tudunk létrehozni, úgyhogy én angoltanár vagyok, a kolléganőm közgáztanár, tehát nagyon minimális segítséggel. Szeretnénk még ezt a SharePointos csomagot egy online webhelyé fejleszteni. Itt is lehessen hozzászólni, lájkolni a fényképekhez. Ezáltal szeretnénk, hogy az iskolának még nagyobb összefogása jöjjön létre, és minél több emberhez eljusson ez az online közösségi webhely. Elkezdtünk szárnyalni, és próbáljuk saját magunkat utolérni, mert egyértelmű most már számomra, hogy ez valóban egy működőképes és óriási lehetőségeket tartalmazó csomag.